Indul a második kör. Megjelent az új agrárkörnyezet gazdálkodási pályázat 40 milliárd forintos kerettel. Vezető halálok. Már napi 500 cigaretta elszívása 5 éven át potenciálisan rákkeltő hatású lehet. Kikapcsolódás. Már lehet pályázni az Erzsébet program üdülési támogatására. Először a nyugdíjasok és a fogyatékossággal élők jelentkezhetnek november 25-éig. Megjelent az új agrárkörnyezetgazdálkodási pályázat 40 milliárd forintos kerettel. A Kölcsei Televízió iradóját látják. Köszöntöm Önöket! A kérelmeket november 2-től december 2-ig nyújthatják be a gazdák. Csak azok a mezőgazdasági termelők pályázhatnak, akik az előző támogatási körben nem nyújtottak be kérelmet. A kertészeti ágazatban pedig az almás és körtés kertek kimaradnak a támogatotti körből. A pályázatokat a már megszokott módon elektronikus úton az ügyfélkapun keresztül kell benyújtani. A pályázati szaktanácsadók már az AKG második fordulójára készülnek, az előző pályázati kiírásra is túljelentkezés volt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Az aktivitás hasonló lesz, hiszen most is jelentős támogatási összeghez juthatnak a termelők a vidék fejlesztési forrásokból. Az új keretösszeg az 40 milliárd forint a teljes programba vetítve. Egy gazdálkodó szántóföldi növényeként hektáronként 270 eurót, a ültetvényeknél, az egyéb ültetvényeknél, tehát a bogyósok, csonthéjasok, stb., ott 534 eurót pályázhat, a szőlőültetvénynél meg 644 euró az a támogatási összeg, amire hektáronként el lehet érni. Fontos tudni, hogy a pályázók saját maguk állítják össze azt az előíráscsomagot, amit a kötelezők mellett be kell tartaniuk, ezért valamelyest egyszerűsödtek a pályázati feltételek. Egy 5 éves programról van szó, és csak olyanokat vállaljunk be, amit az 5 év alatt végig tudunk vinni, mert valami, tehát nagyon kecsegtető az, hogy most egy-egy előírás úgy gondoljuk, hogy könnyen betartható, nagyon kecsegtető a támogatási összeg, de később, hogyha ez nem vállalható, az komoly problémákat okozhat. És sokszor ez ugye visszafizetést, vagy pályázattól, támogatástól elállást is jelenthet az MVH részéről. Az 5 éves kötelezettségvállalási időszak 2017. januárjától kezdődik. Megújultak a kiválasztási kritériumok is. A szántóföldi kultúrák és az állattartók nagyobb előnyt élveznek, viszont az új AKG-ból kivették az alma és körte ültetvényeket a támogatotti körből. Sokféle magyarázat van rá. Egyik magyarázat az, hogy az első kiírásban a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében rengeteg gyümölcsös van nitráttérzékeny területre telepítve, és amiatt a hátrányok miatt pluszpontot kaptak, akik ilyen nitráttérzékeny területen gazdálkodnak, és úgy tűnik, hogy abban a támogatási rendszerben a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyeiek egy jó pozícióba kerültek, de ezeket a hátrányokat én úgy gondolom, hogy nem szabad lenne most a gazdák ellen fordítani. Az új AKG programban a rendelkezésre álló keretből a szőlő és gyümölcsültetvények számára 15 milliárd forint, a szántóföldel rendelkező gazdák és állattartók számára 25 milliárd forint áll rendelkezésre. A beérkezett pályázatokat együttesen bírálják el. Tavaly az AKG-hoz 9500 gazdálkodó csatlakozott 441 ezer hektáros területtel, összesen 190 milliárd forint értékben. A vidékfejlesztési kiírásokra egyébként háromszoros a túljelentkezés. Ez év őszéig az 1300 milliárd forintos támogatási keret kétharmadát már meghirdették. Már napi 5 szál cigaretta elszívása 5 éven át potenciálisan rákkeltő hatású lehet, közölte Szabó Péter pulmonológus főorvos. 100 tüdőrákos betegből mindössze 15-en élnek még további 5 évet a betegség felismerése után, ezzel pedig ez az első számú halált okozó megbetegedés a férfiak körében Magyarországon. Nyíregyházán külön szakrendelés segít a leszokásban. Ezek a rágók, tapaszok és más készítmények is segíthetnek a leszokásban. A kiválasztás során fontos figyelembe vennie a dohányzónak, hogy naponta hány szál cigit szível, ugyanis ez alapján különböző erősségű termékek közül választhat. Az egyik legújabb ez a nyelv alatt felszívódó készítmény.
Elsősorban egy elhatározás szükséges hozzá, hogy valaki le akarjon szokni a dohányzásról. Sajnos ezt semmilyen készítménnyel nem lehet pótolni. Amiért ezek a készítményeket egyáltalán kifejlesztették, az az, hogy a dohányzás egy nikotinfüggőséget alakít ki, és emiatt sokkal nehezebb leszokni róla. Ezt a függőséget akarjuk csökkenteni ezekkel a készítményekkel. A legrégebben különböző rágók, amik nikotin tartalmaznak, illetve különböző tapaszok kerültek forgalomba. Ezek pótolják a dohányzás által bevitt nikotin mennyiséget pár hét után, fokozatosan egyre gyengébb termékeket vásárolva pedig már ezt is elhagyhatják a dohányzók. A rágók és tapaszok átlagára dobozonként 3 és 7 ezer forint között van, házi orvosi egyeztetés után pedig akár gyógyszer is alkalmazható. A dohányzás a tüdőrák kialakulásának fő oka. 100 betegből mindössze 15-en élnek még 5 évet a betegség felismerése után, a férfiak között pedig ez az első számú halált okozó megbetegedés Magyarországon. A tüdő alveolusoknak a felszíne, mint egy teniszpálya felszíne, tehát úgy szoktam magyarázni, hogy amikor beszívjuk a füstöt, akkor olyan, mint hogy egy sluk, ahogy szokták a dohányosok mondani, gyakorlatilag eloszlik egy egész teniszpálnyi területen, tehát föl tud nagyon sok anyag szívódni. Egyébként több mint 5000 kémiai anyagot tartalmaz a dohányfüst, különböző szemcsék, különböző méretű szemcsék vannak a dohányfüstben, egészen az apró mikrométeres szemcséktől a pár mikrométeres szemcsékig, és ezek a belégzés közben különböző helyeken tapadnak le. A nikotin már a felső légutaktól kezdve felszívódhat a szájüregből, vagy akár orron keresztül is, de a nyálban is lerakódnak ezek a kémiai anyagok, amelyek a gyomorba kerülve sok esetben a gyomorrák okozói is lehetnek. Ez a táblázat azt mutatja, hogy a legutóbbi felmérések szerint a magyar lakosság 26%-a dohányzik, azaz közel 2 millióan. A Nemzetközi Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet vizsgálata alapján a megfigyelt országok átlaga 19%, ezt a számot pedig jóval meghaladják a hazai adatok. Fontos tudni azt is, hogy nem csak az aktív, hanem a passzív dohányzókra is egyformán káros a cigarettafüst. Ki lehet mutatni, meg lehet mérni, hogy légköbméterre mennyi füstszemcse, légköbméterenként mennyi füstszemcse található, és ami még rosszabb talán a passzív dohányosoknak, hogy ezek a füstszemcsék a dohányzók, aktív dohányosoknak a kifújt levegőjéből származik, tehát kondenzációs réteg rakódik le, és ez a nedves kondenzációs réteg, ami a szemcsékre rakódik, tartalmazhat egyéb vegyi anyagokat, amit a szervezete termelt a dohányosnak. A dohányzás leszokásához Szabó Péter szerint fontos segítséget kérni. A Víz utcai tüdőgondozóban egy komplex segítő program foglalkozik ezzel. Hozzátette, sokan elutasítják a pszichológiai, pszichiátriai kezeléseket, pedig a dohányzás egyik fő problémája a pszichés kötődés. Már lehet pályázni az Erzsébet program üdülési támogatására. Először a nyugdíjasok és a fogyatékossággal élők jelentkezhetnek november 25-éig. Az idei már az 5. év, amikor elindítják a támogatott üdülési programot évente 3 milliárd forintos forrásból. A nyertes pályázók száma már a 800 ezret is meghaladta az elmúlt 5 évben. A Nyíregyházi Erzsébet szálloda is egész évben szinte teljes kihasználtsággal működik. Meggyes László feleségével és gyermekeivel érkezett Nyíregyházára a Sóstói Erzsébet szállodába. Nem ez az első alkalom, hogy nyertek a pályázaton, így már több belföldi kiránduláson is részt vettek. Tápió Györgyéről érkeztünk, ez Pest megye szélén lévő kis település. Az Erzsébet pályázat kapcsán jutottunk el ide Nyíregyházára, immáron negyedszer nyertünk a pályázaton, ez egy örömteli dolog. Háromszor voltunk a Balatonnál, és úgy gondoltuk, hogy megpróbáljuk Nyíregyházát. Egyszer már jártunk itt, akkor 6 évvel ezelőtt a családdal egy rövidebb időre, és nagyon tetszett itt a környék, és úgy gondoltuk, visszajövünk, megnézzük újra. Az Erzsébet program keretében 2012 óta működik a Sóstói üdülőhely. A pályázatnak köszönhetően évente átlagosan 5000 vendéget fogadnak. Itt a teljes év kiemelt üdülési szezonnak számít, elő- és utószezonban főleg a nyugdíjasok érkeznek, a főszezonban pedig inkább a nagy családosok. A 140 férőhelyes szálloda egész évben szinte teljes kihasználtsággal működik.
Az ideérkező turisták akár előre összeállított programokon is részt vehetnek, amelyekhez kedvezményeket is kapnak. A pihenéshez mindössze egy 5000 forint per fős pályázati hozzájárulást fizetnek az üdülők. Árakban ugye szintén a pályázat az, amely ezt befolyásolja. Annak van egy úgymond önerő része, amelyet ha befizet a vendég, azt követően a fennmaradó részt azt kiegészíti a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány. Az idén ez felnőttek esetében 51 ezer forint volt, amely az itt tartózkodását fedezi. A jelentkezőknek a regisztrációt követően egy mindössze 5-10 perces pályázati űrlapot kell kitölteni a www.erzsébetprogram.hu-n. Idén október 21-én nyíltak meg az első pályázati lehetőségek. Először a nyugdíjasok és fogyatékossággal élők számára, ők november 25-ig regisztrálhatnak, és a hónap végére már el is bírálják a kérelmeiket. Ezt követően decemberben a nagycsaládosok igényelhetik az üdülési kedvezményt. Az Erzsébet programra évente 3 milliárd forintot fordít a kormány, ebből finanszírozzák a kiosztott utalványokat. Ez egy üdülésre átváltható, beváltható, ami vagy 4 nap 3 éjszakás, hogyha egy rövidebb hétvégi turnus nézek, vagy pedig 5 nap 4 éjszakás, egy hosszabb hétköznapi kiválasztott turnus. Alapvetően azt gondolom, hogy az üdülő kiválasztásánál mindenki tud illeszkedni a saját igényeihez, időpontba is, helyszínbe is. Nyugdíjas korosztálynak olyan szállásai kínálat érhető el, ami gyógy, illetve termálvízes üdülőket is tartalmaz, tehát akár ilyen helyszínekre is lehet felhasználni az utalványukat. 2016-ban eddig több mint 175 ezeren jutottak pihenési lehetőséghez az Erzsébet program által. Ebbe beleszámítanak a gyerekeknek szervezett Erzsébet táborok, valamint a nyugdíjasok, fogyatékossággal élők és nagycsaládosok üdülései is. Az idei már az 5. programév, a nyertes pályázók száma összesen pedig már a 800 ezret is meghaladta. A hidegebb idő beálltával országszerte megnőtt a forgalom a gumiszervizekben. A járművezetők körülbelül 15%-a azonban téren és nyári gumikkal közlekedik. A témáról hamarosan, előtte nézzük, mi lesz még a híradóban. Az olimpia utáni pihenőt követően ismét tréningezik Hellebrand Máté. A nyíregyházi gyalogló már korábban teljesítette a jövő évi londoni világbajnokság szintjeit, de azt, hogy 20 vagy 50 kilométeren áll majd rajthoz, csak később dönti el edzőjével a kétszeres olimpikon. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Diák Sport és Szabadidő Egyesület munkájának elismerését jelenti, hogy 2017. februárjában Nyíregyházán rendezik meg az 5.-6. korcsoportos összevont labdajátékok országos döntőjét. A hidegebb idő beálltával országszerte megnőtt a forgalom a gumiszervizekben. A tapasztalatok szerint egyre több autós figyel a téli abroncsok mihamarabbi átcserélésére. A járművezetők körülbelül 15%-a azonban télen is a nyári gumikkal közlekedik. Téli abroncs vásárlásakor az ár mellett a megfelelő méretre és jelzéseire is érdemes figyelni. Valamennyi munkaállomás foglalt ezen a Nyíregyháza közelében lévő gumiabroncs gyorsszervízben és értékesítési ponton. Folyamatosan érkeznek az autók, sokan hozzák magukkal átcseréltetésre az akár több szezont is futott téli abroncsokat. Az autósok egy része pedig helyben veszi meg az új garnitúrát járművére. Most következik a téli szezon, tehát ez azt jelenti, hogy minden esetben szükséges a nyári abroncsoknak a téli abroncsa történő cseréje. Többek között azért, mert növekedhet a fékút, akár háromszoros ára, négyszeresére, tehát egy jó minőségű téli gumihoz képest 40 km/h sebességcsökkenéskor akár 60-70 méterrel is növekedhet a fékútnak a hossza, emiatt mindenképp szükséges. Szélsőséges helyzetekben a téli gumiabroncs nagyobb biztonságot nyújt, egy baleset esetén pedig a rendőrség és a biztosító társaság is megvizsgálja, hogy az időjárási körülményeknek megfelelő gumiabroncs volt-e a kárt szenvedett járművön. A szakemberek szerint a magyar autósok egyre tudatosabbak. Az évszakok váltakozásához igazodva évről évre egyre többen cserélik át az abroncsokat, azonban körülbelül 15%-uk télen is a nyári gumikkal közlekedik.
mindenképp egy rossz döntés. Illetve ugye az utóbbi időkben a 4 évszakos abroncsok is egyre nagyobb teret nyernek itt a magyar autós társadalomban. Viszont azt mondom, hogy ez egy kompromisszumos megoldás, ugyanis ha egy egyszerű példával élhetnék, akkor azt mondanám, hogy nekünk sincs olyan cipőnk vagy papucsunk, amit az egész évben fel tudunk venni. Én azt mondom, hogy 4 évszakos abroncsot csak azoknak ajánlunk, akik 5-7000 kilométernél többet nem tesznek meg egy évben, és szélsőséges téli időjárási körülmények között tudják hanyagolni az autónak a használatát. A téli abroncs megválasztásakor elsősorban a megfelelő méretre és az azon lévő jelzésekre kell figyelni. A télen használható gumin hópehely és hegycsúcs szimbólumot helyeznek el, az úgynevezett DOT szám pedig a gumigyártási időpontját jelöli. A szakember szerint az autóra 2-3 évvel korábban gyártott abroncsot is nyugodtan fel lehet tenni, ezekre garanciát biztosít a gyártó. Az olimpia utáni pihenőt követően ismét tréningezik Hellebrand Máté. A nyíregyházi gyalogló már korábban teljesítette a jövő évi londoni világbajnokság szintjeit, de azt, hogy 20 vagy 50 kilométeren áll majd rajthoz, csak később dönti el edzőjével a kétszeres olimpikon. A riói szereplést követően néhány hét pihenőt kapott az olimpián egyéni legjobbját elérő gyalogló, aki fizikai és mentális feltöltődésre használta fel a szeptemberi időszakot. Október 10-én aztán elkezdte az alapozás Pokrovenszky József tanítványa, és azóta is szorgalmasan gyűjti a kilométereket. A jövő év legfontosabb versenye a londoni világbajnokság, amelyre már mind a 20, mind az 50 kilométeres távon megszerezte az indulásjogát a kétszeres olimpikon. Igazából nagyon unalmas időszak, nagyon sokat kell edzni, nagyon monoton. Igazából most alapozzuk meg a jövő évre az erőállapotot. Ez az ősz és téli alapozás, amikor a legtöbbet edzünk, a legtöbb hosszú edzés most van. Ilyenkor tényleg ilyen 20 és 30 közötti távokat szoktunk megtenni. És még csak ha a harmadik hete edzünk, de már így is a heti kilométer számára elér a 150 kilométert, és ez még csak több lesz. Viszont mi nem tudjuk, hogy a 20 vagy az 50 kilométert választjuk, ez majd a felkészülés során fog majd eldőlni, ami azért is fontos, mert teljesen más edzésmunkát igényel. A felkészülés nagyban segíti, hogy a korábbi évekkel ellentétben csak a szezon legfontosabb versenyére kell időzíteni a csúcsformáját a gyaloglónak. Nagyon nyugtató érzés, hiszen tényleg már csak arra kell koncentrálni, hogy milyen felkészültségbe érkeznek arra a versenyre, és nem kell azon aggódnom, hogy még most nincs meg a szint, és majd melyik versenyen lehet majd teljesíteni ezeket a kiküldetési szinteket. Szóval tényleg úgy vágunk neki ennek a felkészülésnek is, és a jövő évi szezonnak, hogy a fő verseny tényleg a londoni világbajnokság lesz, és hogy ott a lehető legtöbbet, a legjobban nyújtsam, nem pedig azon kell aggódnom, hogy majd előtte, nem tudom, mix hónap előtte legyek csúcsformában, ahol majd a szintet tudjam teljesíteni. Igazából már, hál' Istennek, így 28 évesen elértünk Józsbál arra a szintre, hogy nem kell ezen aggódni, hogy kijussunk egy-két versenyről, nem már tényleg ott egy nagyon jó helyzést tudjunk elérni. Hellebrand Máté november 7-én elutazik a tatai edzőtáborba, ahol 2 héten keresztül készül majd. Szervezés alatt áll egy januári külföldi edzőtábor, majd februárban a fedett pályás versenyekkel elkezdődik a szezon a gyalogló számára. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület munkájának elismerését jelenti, hogy 2017. februárjában Nyíregyházán rendezik meg az 5.-6. korcsoportos összevont labdajátékok országos döntőjét, nyilatkozta a szerkesztőségünknek Balogh Gábor, a Magyar Diáksport Szövetség elnöke. 3 sportágban 48 csapat lép majd pályára a megyeszékhely csarnokaiban. Az 1987-ben alakult Magyar Diáksport Szövetség kapcsolatban áll valamennyi magyarországi közoktatási intézménnyel és tagjain keresztül több mint 8000 testnevelő tanárral. Az MDS minden évben megrendezi a Diákolimpiát, amelynek keretében közel 300.000 fiatal méri össze tudását a különböző sportágakban. 8500 rendezvénye van a Diáksport Szövetségnek egy évben. A kis térségi, tehát a körzeti diákolimpiáktól az egészen az országos döntőig, a körzeti diákolimpia, az iskolák közötti diákolimpiákról beszélünk. Ez nagyon nagy feladatot hárít egyébként minden az összes megyei egyesületünk részére, ugye van 20 tag egyesületünk.
amelyek egyébként önálló jogi személyiséggel rendelkeznek. Ezek egyike a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Diásport és Szabadidő Egyesület, amely február 3-a és 6-a között Nyíregyházán rendezi meg az 5.-6. korcsoportos összevont labdajátékok országos döntőjét. Nem minden megyében van országos döntő, ugye pályáztatjuk az országos döntőknek a helyszínét, és hát azért azt valljuk be, hogy az utóbbi időben a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Diásport Egyesületünk egy nagyon-nagyon komoly fejlődésen ment keresztül. Egy nagyon-nagyon szép komoly munka folyik, és ennek természetesen az a végeredménye, hogy mi a Diásport Szövetségnek, amikor arról döntünk, hogy milyen fontos események vannak, akkor természetesen országos döntőt is kell, hogy és szeretnénk is adni az ilyen jó működő megyéknek. Balogh Gábor elmondta, mivel a szövetség az Emberi Erőforrások Minisztériumával közösen hirdeti meg a Diákolimpiát, a tanulmányi versenynek számít, így az országos döntőkön akár egyéniben, akár csapatban érmeszerző fiatalok 10 plusz pontot kapnak a felsőoktatási felvételin. Híradónk végén nézzük a legfontosabbakat még egyszer röviden. Megjelent az új agrárkörnyezet gazdálkodási pályázat 40 milliárd forintos kerettel. A kérelmeket november 2-től december 2-ig nyújthatják be a gazdák. Csak azok a mezőgazdasági termelők pályázhatnak, akik az előző támogatási körben nem nyújtottak be kérelmet. Már napi 500 cigaretta elszívása 5 éven át potenciálisan rákkeltő hatású lehet. 100 tüdőrákos betegből mindössze 15-en élnek még további 5 évet a betegség felismerése után. Ezzel pedig ez az első számú halált okozó megbetegedés a férfiak körében Magyarországon. Már lehet pályázni az Erzsébet program üdülési támogatására. Először a nyugdíjasok és a fogyatékossággal élők jelentkezhetnek november 25-éig. Az idei már az 5. év, amikor elindítják a támogatott üdülési programot évente 3 milliárd forintos forrásból. A Kölcsei Televízió iradóját látták november 1-én kedden. Friss hírekkel holnap este is várjuk Önöket, műsorainkért és további hírekért addig is látogassák honlapunkat. Köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra!